Ez a szőlőfürt gyönyörű, a rajta található szemek pedig teljesen egészségesek. Tudjuk jól, ez a napsütésnek, a termőtalaj minőségének és a megfelelő csapadékmennyiségnek köszönhető. De van még valami, ami hozzájárul, hogy a borászok kiváló minőségű szőlőterméshez jussanak. A betegségek ellen használt permetezőszerek. Sajnos a szőlőbetegségek elleni egyedüli hatásos védekezési mód a vegyszerhasználat, ami nem csak óriási anyagi terhet ró a termesztőkre, de a környezetre is káros hatással van. Erre a problémára kínál hatékony megoldást a szőlőőr növényvédelmi előrejelző rendszer, melynek segítségével a gazdák pontos fertőzöttségi előrejelzésekhez juthatnak. Ezeknek az információknak köszönhetően pedig jelentősen csökkenthetik a permetszer felhasználásukat. A szőlőőr egy magyar fejlesztésű szőlészeti rendszer, amely szenzorok segítségével méri a szőlőbetegségek kialakulásában szerepet játszó időjárási paramétereket. Ezután a rendszer a mért adatok alapján kalkulációkat készít az egyes betegségek kialakulásának valószínűségére vonatkozóan. A felhasználók a webes felületen keresztül érhetik el a mért adatokat, fertőzési előrejelzéseket, illetve egyéb funkciókat. Ehhez egy internet kapcsolattal rendelkező eszköz szükséges, amely lehet számítógép, tablet vagy okostelefon. Üdvözlöm, Székely Tamás vagyok, a fejlesztésekért felelős igazgató. Bemutatom most önöknek a Smart Finger termékünket. A rendszer két fő részből áll, a szenzorokkal ellátott készülékbe és az adatok figyelmeztetések monitorozására alkalmas szoftverből. Az állomások áramellátását a napelem biztosítja, a csapadékmérő szenzor megbízhatóan méri a lehulló csapadéknak a mennyiségét, illetve a készülékben található továbbá hőmérséklet páratartalom szenzor, levélnedvességmérő szenzor, valamint a napsütés intenzitás mérésére alkalmas érzékelő. A hátul elhelyezkedő központi egység végzi el a méréseket, kommunikál a többi egységgel a hálózaton, illetve tölti fel az adatokat a szerverre, hogy az a betegség előrejelzésekhez szükséges információkat a webes felhasználói felületen jelenítse meg. A szőlőőrállomásokat a mikroklimatikus viszonyok figyelembevételével 5-8 hektáronként érdemes telepíteni. Nagyobb terület esetén a szőlőföld több pontjára kihelyezett készülékek vezeték nélküli kommunikációs hálózatot alkotnak, így nagy pontossággal megállapíthatók az adott mikroklímára vonatkozó időjárási körülmények. Ha kisebb szőlőfölddel rendelkezik, vagy szeretné a szőlőrendszert a készülék megvásárlása nélkül kipróbálni, akkor ezt most könnyedén megteheti a szőlőr virtuális állomás segítségével. A virtuális állomás lehetőséget ad önnek, hogy a szőlőr összes funkciójához hozzáférjen egy webes felületen keresztül. Ez esetben a meteorológiai adatok az ön szőlőterületének GPS koordinátái alapján jelennek meg, a kalkulációkat a rendszer pedig ebből készíti. Szeretne egészségesebb szőlőt, minőségibb bort termelni? Azonnal információkhoz jutni szőlője fertőzöttségéről? Védekezzen szőlőrrel a betegségek ellen!